Újabb toborzást indít a Magyar Honvédség. Július 15-től egy egyéves képzés indul, melynek végén a jelentkezők a hivatásos állományban kezdő altiszti rendfokozattal kezdhetik pályájukat őrmesterként. Az új, átalakított, gyakorlatorientált, 2 évről 1 évre csökkentett képzési idejű acélkocka altisztképzési rendszerrel a Magyar Honvédség célja, hogy minél nagyobb számban tudják bevonzani azokat, akik az altiszti pálya iránt érdeklődnek. Az egyéves képzés 3 részre tagozódik. Az első részben egy 5 hetes alapkiképzésen vesznek részt a jelentkezők, majd pedig egy 4,5 hónapos altiszti alapképzésen, amelyen tulajdonképpen a Magyar Honvédség elvárható rajtparancsnoki képességeket szerzik meg az érdeklődők, majd utána pedig az első 2 részben kiválasztott szak felkészítésre fognak kerülni azok, akik bekerülnek a rendszerbe. Itt lesz belőlük szakaltiszt. Magyar Honvédség egyes beosztásaira történő felkészítés a képzés 3. részében egy 6 hónapos képzés keretében kerül végrehajtásra. A tanfolyam helye Szentendre, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiája, de a képzésben részt vesznek a Magyar Honvédség katonai szervezetei is, ahol majd később szolgálni fognak az altisztjelöltek. A képzés az július 15-én kezdődik. A képzés megkezdése előtt legalább 1 hónappal a toborzó irodában kell jelentkezni, hogy az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot, a fizikai állapotfelmérést végre tudjuk hajtani, meg tudjuk tervezni a jelentkezők számára. Ezek az alkalmassági vizsgálatok Kecskeméten kerülnek végrehajtásra. A képzésre jelentkezni a lakóhely szerinti illetékes toborzó irodákban lehet. Bárkinek szívesen várják hölgyek jelentkezését is. Aki a 18. életévét betöltötte és a nyugdíjkorhatárt nem érte el, magyar állampolgár, érettségivel és magyarországi lakhellyel rendelkezik, valamint büntetlen előéletű, továbbá adott képzésekhez rendelkezni kell B-kategóriás jogosítvánnyal, illetve idegen nyelvismeret előnyt jelent. A jelöltek már a képzés ideje alatt is különböző ellátásban részesülnek. A jelentkezők a képzés megkezdésekor egy 3 éves szerződést kötnek. Ezáltal a Magyar Honvédség szerződéses állományába kerülnek. Ezzel együtt érettségivel rendelkezve már a képzés ideje alatt körülbelül 190 ezer forintos nettó fizetésre számíthatnak a képzésen résztvevők. Természetesen minden olyan járandóságot, amit a Magyar Honvédség szerződéses katonái megkapnak, ők a képzés ideje alatt ezt megkapják. Teljes élelmezési ellátást, természetesen egyenruhát kapnak, és minden szociális ellátásban részesülnek. A képzés után pedig a Magyar Honvédség hivatásos állományába kerülnek. Kezdő altiszti rendfokozattal kezdik pályájukat őrmesterként. Ekkor már a 200 ezer forintot jóval meghaladó illetményt kapnak a jelöltek. Az első 2 modul elvégzése után, valamint annak mentén a civil végzettségre, illetve az adott személy orientációjára épülve a képzést végzők alakítják ki és irányítják pályára a képzésen résztvevőket. Természetesen lehetőség van arra, hogy valaki a civil szakmáját találja meg a Magyar Honvédségbe, aki mondjuk informatikusként szeretne a Magyar Honvédségbe tanulni, ő utána ilyen szakképzésen fog részt venni, és tulajdonképpen a saját szakmáját fogja a Magyar Honvédségben művelni, de aki szeretne valamilyen klasszikus katonai szakmát vállalni, lövész, harckocsizó, felderítő, akkor természetesen ennek a lehetősége is megvan, senkire nem fognak rá erőltetni szakmát, mindenkivel egyeztetve fogják kialakítani a képzés folyamán, hogy milyen szakot választ a későbbiekben. A Magyar Honvédségnél arra is lehetőség van, hogy akár szerződéses, vagy legénységi állományú katonák akár főtiszti pozícióba is kerüljenek, továbbá lehetőség van külföldi missziókban is részt venni. Az ezt a pályát választók előtt számos lehetőség áll, élethosszígtartó karriert tudnak építeni a Magyar Honvédségben.